Az előző bajnokság végén csak osztályozón maradt bent a másodosztályban a Nyíregyháza, és ezt sem a klub vezetői, sem a játékosai, sem a szurkolói nem szeretnék még egyszer átélni. Ennek érdekében új szakmai stáb érkezett a Sparihoz, valamint a 20 távozó játékos helyére 12 új futballistát szerződtetett a klub. Most jött el az ideje annak, hogy tényleg olyan változásokat tudjunk eszközölni, amivel meg tudunk olyan reális célokat fogalmazni, ami tényleg mindenki számára elfogadható lehet. Én úgy gondolom, mi már beszéltünk a szakmai stábbal, ugye a játékosokkal is meg fog történni ez, ugye a hétvégén már kezdődik az első bajnoki forduló. Mindenképpen egy olyan csapatot szeretnénk ebben a szezonban, amely egy nagyon masszív, stabil csapat tud lenni. Tényleg megalkuvás nem tűrően játszik hétről hétre. Tudjuk azt, hogy minden mérkőzést mi sem fogunk megnyerni, mert a foci, az tudjuk, hogy ettől is szép, hogy nem mindig az adott mérkőzésen a jobbik nyer. De visszakanyarodva szeretnénk egy olyan csapatot, amely végre ott tud lenni azon csapatokkal, akiknek tényleg olyan céljai vannak, hogy akár a közeljövőben osztályváltás, azaz a legmagasabb osztályba kerüljön. Tímár Krisztián vezetőedző a felkészülési meccseken látottak alapján bizakodva várja a rajtot. Összességében azt gondolom, hogy a munka nagy részét elvégeztük. Szeretném, hogyha azért még tudnánk egy jó pár dologba előrelépni, de összességében bizakodva várjuk a bajnoki rajtot. Azt gondolom, hogy a csapat az motivált, sikeréhes. Próbáltam az elejétől kezdve erre helyezni, hogy mentálisan a társaság rendben legyen. Agresszívak leszünk, remélem, hogy gyorsak leszünk, dinamikusak, és hazai pályán szeretnénk nyerni. A csapatkapitány Baki Ákos szerint olyan teljesítményt kell nyújtaniuk ősszel, amellyel minél több szurkolót tudnak maguk mögé állítani a tavasszal elkészülő új stadionban. Bizakodóak vagyunk, szeretnénk egy stabil szezont, hogy ahogy elmondtuk, az imént épül az új stadion, ami tavasszal lesz kész. Szeretnénk olyan ősz produkálni már most, amivel arra tudjuk ösztönözni a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki tavasszal. Nekem személy szerint az a célom, hogy legyen olyan teltházas meccsünk, ami a győztes meccs lesz majd tavasszal az új stadionban. Nagyon szeretnénk így szerepelni. A válogatottban is bemutatkozó Géresi Krisztián szeretné minél több góllal és gólpasszal segíteni új csapatát. Minden mérkőzésen természetesen minél többet szeretnék pályán lenni, ugye ez növeli az esélyeimet a gólszerzésre, esetleg gólpasszokra. Úgyhogy nem mondom, ha hasznos tagja szeretnék lenni a közösségnek, és amire engem igazoltak, a góllövés vagy gólpasszok, abban szeretnék minél többet hozzátenni. A Nyíregyháza Spartakusz Siófok mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik Balmazújvárosban. A forduló további párosítása a következő: BV1C Zugló Szombathely, Gyirmút Eto FC Győr, Kozár Michelin Tiszakécske, Csákvár Budapest Honvéd, Ajka Soroksár, Vasas Budafok, Kazincbarcika Szeged és Pécs Mosonmagyaróvár.